Na képzeld el, hogy mentem. Várjál. Nem tudom beadni, hogy mit csinálok, hogyha azt én nem vagyok bejelentkező. Felrakodása, várakodás. Na, de mégis. A lényeg, hogy megyek Olaszországba lerakni, és úgy értem oda a lerakóhoz, hogy 4 óra 20 perc vezetés. Na, mondom, nekem ez nagyon jó, olyan szerencsé, hogy pont megtaláltam elsőre a céget, ez ki volt írva. És akkor mondom, nagyon jó, mert még maradt 10 percem, akkor én 5 perc alatt pont beállok, 5 perc alatt pont kiállok, és akkor 4 óra 30 perc vezetéssel pont visszaállok a parkolóba, ahol meg majd kiveszem a pihenőt. Hát elméletileg ezzel nem is lett volna gond, a probléma ott kezdődött, hogy ugye mentem a portlára bejelentkezni, rendesen elmondták a beállás meg kiállásnak a folyamatát, amit értettem is, hogy befordulok a portán, meg kell állni, mert valamit néznek. Jó, mondom. Aztán, amikor jövök kifele, megint meg kell állni a stop táblánál. Azt mondta, hogy a stop táblánál. Mondom, jó, mondom, vannak olyan helyek, hogy meg kell állni a stop táblánál, mert nem lefényképeznek, és akkor vagy kitiltanak a cégről, vagy cégtől, vagy megbüntetnek. Na mindegy. Befordulok, és akkor annyira szerelték ott jobb oldalt a villanyoszlopot, és annyira azt néztem, hogy ne akadjak beléjük, hogy elfelejtettem megállni. Utána jutott eszembe, hogy elmondom, mintha azt mondta volna, hogy meg kell állni. Megálltam, egy jó 100 méterrel arrébb már, úgyhogy mindegy volt. Hát mondom, most már mindegy, hogyha lefényképeztek, hogy nem álltam, most már tök mindegy, megyek tovább. Megyek bejelentkezni. Odaértem, tehát körbe mentem az egész cégen, úgy kellett be a belső irodához, úgy vezetett az út, hogy körbe az egész telepen, aztán elmehetett 5 perc, jó, mondom, akkor még van pont 5 percem majd még rámpára elni, meg majd még kiállni. Nem mondom, elég szűkös. Na és az volt a lényeg, hogy bejelentkezek, oda van a papírokat, minden, és akkor mondja, hogy álljak a nullás rámpára, de ami a cégnek a másik oldalán volt végül is, úgyhogy na mindegy. És az volt a lényeg, hogy utána jön egy csávó, és akkor mondja, hogy állj, visszaadta a papírokat, mindent visszaadott, azt mondja, menjek vissza a portára. Mondom, ezek lefényképezték, hogy nem álltam, meg mondom, ezek szerintem vagy kitiltanak, vagy már nyomja a kezembe a büntetést, vagy valami, mondom. Én már elkönyveltem, hogy biztos, hogy azért, hogy mert nem álltam meg. És végül is azért, mert nem álltam meg, vissza kellett menjek a portára, mert ők megnézik, hogy a plomba sértetlen-e, meg a számot, hogy ilyenek, hogy passzol-e minden, érted, hogy nem-e loptam, vagy valami a kakaóporból. Hát. És Nesquik kakaópor egyébként. És akkor visszamegyek, mondta a nő, hogy hát de mondta, hogy álljak, mert jó, mondom, csak elfelejtettem, megnéztem mindent, de akkor már letelt a vezetésem, mert mire visszaálltam a portára, pont akkor voltam 4:30-ban. Hát jó, mondom, most egy fél órát kellett volna kivenni, hát most fél órát nem állhatok itt a portán, mert ius is elzavarnak, hogy álljak már arrébb, mert akkor meg többieknek nincs hely. Hát mondom, most mit csináljak? Másik oldalt meg már várnak rám. Csak azt csinálom, elmegyek a másik oldalra, megint ugyanoda, ahova legelőször mentem, beadni a papírokat, akkor a csáva mondta, jó, álljak ugye a nullás rámpára. Igen, de akkor már mennyiben voltam? 4:35-ben. Akkor itt kell 4:49. Hát plusz a rámpára állás, igen, mert a tolatás meg annyira nem megy. Hát azért nem menj. Na mindegy, valahogy kijött a 4:49, az volt olyan, tehát amikor, ja úgy jött ki a 4:49, hogy ugye legelőször, mikor bementem a belső portára, az 5 perc volt, akkor jártam 25-nél, aztán átmentem vissza ki a portára, akkor 30-nál, igen, megint be, 35, és utána mentem megint a rámpára, az 40, akkor nem tudom, hogy jött ki a 4:49, tök mindegy.
Hát plusz a rámpára állás. Nem volt az, az annyi, na mindegy. És akkor kijött a 4.49. Hú, mondom. És nem is az, hogy egy-két perccel több érted, hanem mennyi a 20 perccel majdnem, 19 perccel. Több a vezetésem. Hát felhívtam valakit, hogy most mit csinálja. Mert mondták, hogy ennél a DAF-nál úgy lehet csalni, hogy a felülről a negyedik biztosítékot, hogyha kiveszem, akkor nem mennek a műszerek, és akkor nem húz a tahográf semmit. Hát igen, de azt utána ráírja a szala, vagy hát a kártyára utána ráírja, szóval 4-20. Úgyhogy azt mondták, hogy inkább nyomtassam ki és írjam rá. Tehát én most ráírtam, de kétlem, hogy el fogják ezt fogadni. Ja, hát igen, utána mondom. Jó, mondom, beállítom a... Igen, beálltam a rámpára, mondom, átnyomom munkára. Igen, nem csak hát nem tudtam sehol se bemenni, ugye, mert mindenhol záró volt az ajtó, mondom, visszajövök, azt majd jön valaki. Addig munkám volt, de közben valamit csináltam, mondtam, hogy felhúztam az ablakot, vagy lehúztam, ugye az meg csak gyújtással működik. Levettem a gyújtást, visszaállt pihenőre. És teljesen amíg rakottam, végül is pihenőn volt, amíg meg az autóba ültem, addig meg munkám. Úgyhogy szerintem nem fogják eljönni, hogyha véletlenül meglátják. Aztán magyarázkodhatok majd, de szerintem nem fog ez őket érdekelni. Lefurasztam volna ennek a tésznek, jó még ez? Jó, hát. Úgyhogy így lett egy 4.49-es vezetésem, úgyhogy... Nem tudom, mi lesz ebből. De fura volt, hallod? Azért Olaszországban is alig dolgozik szerintem olasz. Mondjuk nem tudom amúgy, hogy az olaszok hogy néznek ki. Állítólag kicsit sötét a bőr. Hát nem tudom. Az, aki leszette a kakaóport, az indiai volt. Indiából jött a csávó, olyan szakállas, meg turbános, meg minden. És 10 éve lakik itt Olaszországban, Indiából. Az durva. De egyébként ez a raktárvezető, vagy műszakvezető, vagy nem tudom kinél jelentkeztem be, az is. Hát az se olasz volt végül is. Az se olasz volt. Meg hát állítólag most már harapnak ezek a KPM-esek, nézik az izét is, ezt a gyorshajtást is, és azt is meg tudja nézni ugye, hogy amit nem ír fel a kártyára a tahográf, ugye ami egy percen belül történik, azt is kirajzolja nekik izén. Mi ez ilyen grafikonon. Szóval azért is simán megbüntethet állítólag. De működött amúgy ez az olasz útdíjfizető végig. Amikor olyan sokszor az én kályhám megy. Nem. Mondjuk olyan sokszor nem kellett fizetni vele, de ugye franciával mi lett? Azt nem tudom, na. Vettem már ilyen vegyes zöldségkeveréket Spanyolországba, mert már meguntam ezt a folyton borsót traktom a levesbe meg. A gombát, de már a gombától már erőtom van, úgyhogy nem tudom, 1 euró volt, vagy másfél, valami ilyesmi. Vettem 2, betárasztam, meg majd, hogyha jövök vissza, akkor majd megint. Hol van ez? Teszek bele egy kis erős pistát. Hát... Ja, meg ilyen tök jó kekszet tettem, de ezt nem mutatok. 1 euró. És volt? Igen, az 1 euró volt. De ezt a spanyol... Rája, Spanyolországba vettem. Ja, ezt tényleg is. 1 euró volt, és négy ilyen volt benne. Az jó volt. Meg finom, hát egy kicsit száraz, de... De végül is amúgy jó. Vettem az ilyen vizet, de betyár rossz íze van ennek a víznek,
Nem tudom, milyen víz ez, de olyan, mint otthon nálunk, lehet kapni ezeket a víztisztító készülékeket, ami kiszűri a koszt a vízből. Na hát ennek olyan íze van, itt a olyat. Hát meg lehet szokni állítólag. Mert van, aki meg csak azt tiszta, de nekem nem ízlik. Nem a kedvencem az ilyesmi.